Hello mindenkinek, én Gibi vagyok és köszöntelek titeket egy újabb Minecraft videóban. A mai videóban a Hypixel szerverén fogok játszani, ugye ez egy eredeti szerver, tehát csak megvásárolt játékkal tudtok feljönni, és az IP címet egyébként megtaláljátok a leírásban. Szóval, amint azt láthatjátok, a Murder Mystery területén vagyok, elég rég játszottunk már ezzel a játékkal, nem tudom, hogy itt változott azóta valami, ha jól tudom, bekerült néhány új játékmód, mert amikor én utoljára játszottam ezzel, akkor játszottunk először a klasszik játékmóddal, aztán az Assassin-zal, meg utána a Hardcore-ral, de ha jól látom, az nem volt annyira népszerű, úgyhogy azt levették. Helyette az Infection, illetve a Showdown játékmódok kerültek be, bár ez még bétában van. Úgyhogy arra gondoltam, hogy kipróbáljuk most ezeket, hogyha nem láttátok volna az előző Murder Mystery-s videókat, akkor azt mindenféleképpen nézzétek meg, mert egy nagyon király játékról van szó. Viszont nem tudom, hogy pontosan mit jelent az, hogy Infection. De megnézzük, hogy pontosan hogy kell ezt játszani, nem tudom, hogy kapunk róla valami információt. Nem. Viszont a könyvtárpályán fogunk játszani, ezen már játszottunk. És elvileg kezdődik is, de nem tudom, hogy mit kell csinálnom. Még az Infection az elég sok játékban szerepel, mint játékmód, úgyhogy lehet, hogy... az lesz a nyertes, aki utoljára marad. Fertőzötlenül, vagy nem tudom, hogy ezt hogy kell elképzelni. Hello. Ó, és mindjárt kiválasztják. Ja, és akkor ő fog elkapni minket? Oké, és akkor ez miért Murder Mystery? Oké, kaptam nyilat meg íjakat. És hát fordítva íjat és nyilakat. Ezeket nem tudom kinyitni. Ó! Nem ő volt a... az infected gyere... Jaj! Aha, hogy így kell játszani. És akkor most már mindenkit meg kell fertőznöm. Aha, is ilyen zombi kinézetem van, wow. Oké, hát ez nem értem, hogy miért Murder Mystery, de attól függetlenül tetszik. Hol vannak még játékosok? Azt nem mutatja nekem a minimap. Oké, mi vagyunk a fertőzöttek ezek szerint. Úristen, de sokan vagyunk, srácok. Van itt még élő ember, egészséges... játékos? Hú, nagyon lőnek ránk. Felmegyek, mert mintha fentről lőttek volna, de úgy látszik nem erre kell jönni, hanem a lépcső az pont a másik irányba van. De ő már itt lehet, hogy kitisztította a terepet. Még speed boostot is kapom? Ha meg jump boostot, nagyon király. Hányan élnek még? Ketten. Wow, akkor nagyon ügyesek lehetnek. Aha, és most már revealelték őket. Jó, kezdem érteni a játékot, oké. Akkor elvileg megnyerték a... nem tudom, kik nyerték meg, de valaki nyert. Vagy valahogy vége lett az egésznek. Viszont már is kezdődik a következő játék, és megint a könyvtárpályán vagyunk. Nem tudom, hogy ezen tudok állítani, vagy ez random választotta most megint. Na mindegy. Akkor most már tudjuk, hogy mi történik. Az a lényeg, hogy minél tovább életben maradjunk, és nehogy megérintse minket egy... fertőzött emberke. Aha, el kéne bújni, de nem tudok felugrani, az minkre ellene. Tudjátok, mit ide valahogy fel kéne ugrani, de szerintem nem fog menni, oda el kéne bújnom valahogy. Vagy ide a sarokba, várjatok? Ide el fogok bújni, hát ha nem vesz észre senki. Túlélő vagyok megint. Ú, milyen király lett volna fertőzöttnek lenni, itt egy csomó túlélő volt. Én ide fogok bújni, srácok, nem tudom, hogy mikor vesznek észre, lehet, hogy nem a legjobb taktika, de még most ismerkedek a játékkal. Tehát, hogy... ez az Unreal Generator, ez nagyon jó játékos, az előbb is ő nyert. Mint a legjobb fertőzött, és most is már vagy... úristen, mennyi embert megölt. Nagyon durva. Szóval, hogy nem tudom, hogy mi a legjobb taktika, én még csak most ismerkedek a játékkal, de nagyon írtja az embereket ez az Unregenerate játékos. Oké, már csak öten vagyunk életben. Lehet, hogy bekerülök a top 3 legjobb túlélő közé, mert ugye volt olyan is, hogy kilistázták a 3 legjobb túlélőt, aki legtovább élte túl. Már csak 4-en vagyunk, kérlek legyek benne a top 5-ben, vagy hát nem a top 5-ben, abban már benne vagyok, a top 3-ban mondjuk. Meg vannak ilyen bájitalok, amiket tudnék venni, csak nincs nálam arany. De ez ugye a sima Murder Mystery-ben is van. Nem tudom, hogy az itt változtattak rajta, hogy milyen ez a Mystery Potion, vagy ugyanaz, mint a sima Murder Mystery-ben. Nem tudom, már csak 3-an vagyunk életben, úgyhogy elvileg bent vagyok a top 3-ban. És már csak 2-en vagyunk életben, srácok, ha megölik a másikat, akkor én leszek az egyetlen túlélő. Ott egy arany, de nem megyek ki érte. És én vagyok az utolsó túlélő!
Hát srácok, nem fogom túlélni egyébként az egész játékot, mert még több mint 2,5 perc van belőle, addig tudja, hogy megtalálnak. De ez nagyon durva, én vagyok az utolsó túlélő. Na nézzük, hogy mi lesz. Egyébként shiftelek, hogy ne látszódjon a name tagem, de tudjátok, hogy egy adott idő után a játék felfedi... Ó, megtalált. És unregenerate talált meg, és én vagyok a első, aki itt a top listában, aki szerepel a túlélők között. Nice. Akkor én lettem a legjobb túlélő, srácok. Ez is valami. Ez is egy teljesítmény, és ki is dobott valamiért. Viszont játszunk szerintem még, ez volt a második játékunk, szerintem összesen 5 kört fogok játszani, mert ezek ilyen gyors játékok, ha jól veszem észre. De nagyon jönnek a játékosok, úgy látszik, hogy elég népszerű ez a játékmód. Oké. 10 másodpercen belül kezdődik is. Remélem most én leszek a fertőzött. Még itt nem érje ki a százalékos esélyeket. Túlélő lettem, ha jól látom. Igen. Jó, akkor induljunk el. A fertőzött pedig most fog mindjárt elindulni. Oké. Okay. Ajaj, keresni kéne megint egy rejteket, de az előbb olyan unalmas volt ott áldogálni folyamatosan. Ide kéne valahogy beülni, csak attól függ, hogy melyik irányból jön a fertőzött. Jaj, úgy megijedtem, azt hittem pillanatra, hogy ő a zombi. Használjunk egy izét? Egy ilyen potion-t? Aha. Oké. Okay. És ez meddig tart? Azt nem írja. 3 perc láthatatlanság. Hoppá, itt egy néző. Hello. Jaj! Kár volt! Meg akartam volna én, hát fel tudok menekülni. Hát ennyit erről. Többé akkor nem tudok válaszolni sajnos, srácok. Nem kell így irogatnom. Oké. Okay. Akkor próbálj meg keresni túlélőket. Még 3-an vannak életben. Csak kedves akartam lenni, és vissza akartam írni neki, srácok, de megtanultam a leckét, mostantól játékban nem válaszolok, bocsi srácok, de tényleg így nem lehet egyébként sajnos játszani, mert láttátok, hogy egyből megölt a fertőzött kolléga. Már csak egy túlélő van. Na. Olyan, mint amikor az előbb én megnyertem, mint a legjobb túlélő. Hol van az az egy játékos? Nagyon jól csinálja. És meg is nyerte Sir Temurek. Wow. 1 perc 40 másodpercig élte túl. Oké, okay. Akkor sorba is vagyunk a következő játékban. És itt is vagyunk. És egy új pálya, mondjuk végre ez ugye a Hollywoodos pálya. Oké, okay. Nézzük tovább, hogy most mi lesz. Remélhetőleg most fertőzlek. Úgy nem írtam be, hogy GG, arra kaptam volna plusz 5 karmát. Most így nem leszek fertőzött, igaz? Nem. Na jó, akkor próbáljunk meg valami rejtek helyet találni, bár nem tudom, ezt a pályát nem nagyon ismerem. Hát ott nincs elég hely. Itt tudja, hogy keresni fognak, úgyhogy ez nem jó hely. Ott van az fertőzött. Mindjárt megfertőz majd valakit. Most kellene megölni ilyenkor a fertőzöttet, amikor még egyedül van. Mert ilyenkor még egyszerű megölni, de hogyha minél többen vannak, annál nehezebb lesz. Josh lett a hónap dolgozója. Gratulálok, Josh. Én átjövök ide. Vagy ide is... Ja, hogy itt is ki tudnak jönni. Vagy nem? Már innen ki... megölték a fertőzöttet. És az újra spawnol egy idő után a fertőzött egyébként? Nem tudom. Újra, hogy innen is tudnak rám jönni, az a baj. Úgy sokan vagyunk itt. Én meg azt hittem, találtam magamnak egy titkos rejtek helyet. Mindenki a feszített íjjal várja a fertőzöttet, nagyon durva. Oké. Okay. Hol van? Én nem látok semmi, srácok, de... addig jó nekünk. Még elég sokan vannak életben, 13-an a 14-ből. Nem igazán... Ó, ott van, ott van. Hát az elég béna volt. Ez itt megy a forgatása. Kidőlt a fa is. Egy forgatás megy egyébként jelenleg a pályán. Ott van valahol a fertőzött. Hát odáig nem tudok ellőni szerintem.
Mindenki lövöldözik arra. Pedig ott van valahol a fertőzött, én ott láttam. Hát ez egy elég lassú játék, de már eltalált valakit, úgyhogy elvileg kettő fertőzött van jelenleg. És ott van. Lőjétek, srácok! Hát, nem megy el annyira a nyilvessző, mint amennyire szokott, de megöltük elvileg. És akkor ilyenkor mi történik? Addig megy a játék, amíg le nem jár az idő? Úgy tűnik. Aha, tudok venni mindenféle extra dolgokat. Ott van. Jaj! Nem akartam! Átmentem véletlenül a kötélpályán. Én nem akartam átmenni. Ó, pedig majdnem eltaláltam a fertőzöttet. Nagyon közel voltam hozzá. Oké, mindenhol kamerák, srácok. Ott van. Jaj, félek, hogy mindjárt itt mögöttem fog megjelenni. Kimászik a létrán. Jó, szerintem biztonságosabb lenne visszamenni fentre. Csak valamiért átmentem ezzel a kötélpályán, pedig egyáltalán nem egyeztem bele. És már van 7 aranyam. Lehet, hogy kapok majd egy kartot is, hogyha meg lesz a 10. A sima Murder Mysteryben azt hiszem így működik. Hát srácok, ez most nem annyira megy a fertőzötteknek, csak 3-an vannak. Az eddigi játékok azért sokkal pörgősebbek voltak. Ez fura. Ez egy ilyen csendesebb játék most. De nem baj, még van 1 percük, úgyhogy még bármi lehetséges. Bármi megtörténhet. De én nem látok fertőzöttes srácok, én nem tudom. Jó, itt van. Oké, megöltük. Tehát, hogy ez nagyjából így működik. Közben figyelni kéne itt hátra is, mert hát, ha valaki jön ebből az irányból is. Ott van megint jó néhány fertőzött. Aha, ott mászkálnak. Hát ez elég bénám megy. Valamiért olyan, mintha változtattak volna a nyilakon, mert nem mennek el olyan messzire. Ó, megöltem valakit. Amit egy fertőzött embert, nem egy ártatlant. Óha, és most már látszódnak a túlélők. Valaki van itt. Ott van egy túlélő, azt látom, de mintha itt lett volna még valaki, de lehet, hogy csak az arany spónolt be. Oké, most már kezdek félni. Ajaj, lát engem? Nem találtam el. És mi történt? Ó, és én lettem a legjobb túlélő megint. Ja nem biztos, lehet, hogy fordítva. Így is fel... Aha, mindhárman túléltük, csak a killek aránya volt más. Oké, srácok, itt is lennék a következő körrel, és szerintem most hagyni fogom, hogy a fertőzött megfertőzzön engem, mert szeretnék úgy is játszani, mint fertőzött. Tudom, hogy voltam már az, de nem olyan sokáig, úgyhogy most... Hát sajnos nem én lettem a kiválasztott, de jó lenne, hogyha hamar megfertőznének, mert akkor úgy játszhatnék, hogy minél több embert én is megfertőzök. Hol vagy, kedves fertőzött? Kérlek, fertőzz meg! Idő után értelmetlenné válik ez a szó, ha ilyen sokszor mondjuk. Hol vagy? Szerintem kint spónol. Ó, itt van. Köszi! Ú, és még vannak 8-an, akiket megölhetek, már csak 7-en. Oké, úgy látszik, innen indul az összes fertőzött játékos. Kérlek, hagyjatok nekem is valakit! Kérlek, hagyjatok! Nem tudok sprintelni, már csak 6-an vannak, nem már! Én miért nem... Oh. Köszi, oké, őt megöltem. És hát megfertőztem, srácok, nem ölünk meg itt senkit. Békés emberek vagyunk, csak fertőzünk a náthánkkal. Itt volt valaki, nem? Aha. Szia! Pont le akart lőni egy fertőzöttet. Oké, 2 embert már megfertőztünk. Illetve itt is. Ó, hello! Gyere ide, gyere! Azaz, oké. Már 3 embert megfertőztem, nagyon király, és még 3-an élnek. Oké. Hol vagytok? Tök jó, hogy így nem sebződök. Hát itt biztos nincsenek, mert egy csomó fertőzött ott volt, úgyhogy valószínűleg ott nincsen túlélő. Össze-vissza járkálok, srácok, bármiféle stratégia nélkül. Oké, ő ott bájtalt főz. Már csak 2 élnek, valakit még meg kéne ölnöm. Nem ölünk meg senkit, csak fertőzünk. Már csak 1 ember él, úristen. Hol van? Ott van! Ott van! És ott táncol. Ó, nagyon jól tudja, hogy nem fogjuk elérni. Vagy megfertőzt? Na, végül megfertőzte. Én nem tudtam elérni, srácok. De 3 embert így is megfertőztem. Ami szerintem egyáltalán nem rossz. Hozzájárultam a fertőzött csapattársaim győzelméhez.
Úgyhogy, igen, szerintem nagyjából ennyi is lett volna, úgyhogy most gyorsan kilépek a játékból. Na. Jó. Oké, srácok, akkor ennyi lett volna a mai Murder Mystery videó. Játszottunk ezzel az Infection, tehát fertőzés játékkal, és hogyha szeretnétek látni egy videót a Showdown játékmódról, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek egy like-kal, illetve írjátok meg kommentben, és akkor azt is kipróbáljuk majd. Viszont tényleg ennyi lett volna ez a videó, nagyon remélem, hogy tetszett nektek, hogyha ez így volt, akkor azt is nyugodtan jelezzétek egy like-kal, és találkozunk már egy következő videóban. Addig is, sziasztok!